szépen! Nagyon kedvesek, köszönöm szépen! Köszöntöm mindenki nagyon nagy szeretettel itt és a készülékek előtt, a tévénézőket, a tabletezőket, a notebookozókat, a telefon fölé görnyedőket, mert nagyon gyorsan fejlődik a technika, és most hosszú idő után először voltam moziba. Egyrészt megtanultam, hogy az az amerikai kifejezés, hogy wow, az magyarul úgy van, hogy ejha. Másrészt tényleg régen nem voltam, és azon kaptam magam, hogy meg akarom mozgatni az egeret, hogy lássam, hogy hol tart a csík. És most már ott tartunk, hogy moziműsorban láttam kiírva úgy a nem 3D-s filmet, hogy hagyományos. Így hívják, csak ilyen hagyományőrző táborokban fogsz fel találkozni a kosárfonás meg a lovasi íjászat mellett. És biztos lesznek ilyen kézműves mozik, ahol nem lehet kártyával fizetni. De nagyon érdekes dolog eljött a hagyományőrzés, hogy itt ez a hagyomány, nem tudom, ki hagyta itt, ki csinálja vele, őrzöm, ugye, nem tudok más. És én egyszer próbáltam meg ilyen régi módi szakáskönyvből főzni, Móra Ferencné szakáskönyv, nem tudom, ismeri-e valaki. Hát gyakorlatilag 4 napig főzöd, amit 10 perc alatt teszik meg a család. És úgy kezdődött a fácán leves receptje, hogy küldd le a lányt 2 fácánért. Először szeretni kell egy lányt, az 2 nap. De a legtovább tartó rendelésem az Kínába volt, egy kis kínai faluba, ahol szerintem még a peking embere is csodálkoznak, nemhogy a fejéren. Nagyon kedvesek voltak, mert megkérdezték, hogy where are you from, de tudták, hogy itt vége a beszélgetésnek, mert semmilyen választ nem értenek. Innentől mosolygással kommunikáltak. És gondoltam valami egyszerűt rendelek, azt mondtam nekik, whisky but no ice. Ugye ki tudja, miből van az a jég, alapvető, whisky but no ice. Ez volt a reakció. Ice? Ice? No ice. No ice. No ice. Ki hívta a feleségét? No ice. No ice. Egyre többen lettek, ment hátra az információ. No ice, no ice. Egész falu mondta már, no ice, no ice. Nagyon sokat vártam rá, gondolom közben kinyitotta a könyvtárat. Szereztek valahonnan egy szótárat. És 45 perc után hozta boldogan, de így, hogy ice. Jéggel, tehát úgy érezte, hogyha a jeget sikerült lefordítani, azért a Noé már nem fog haragudni, hogy azt kihagytak előre. Mondjuk, ha nem mondok semmit, jég nélkül hozzá, ez egy apró probléma. De most nagyon gyorsul a világ, és nem tudom, gyerekkorunkban nem, hogy okos telefonunk nem volt, semmilyen telefonunk nem volt, talán emlékszünk rá, cetlikkel üzengettünk egymásnak. Egyébként csodálatos volt, reggel kiírtam, este jövök, senki nem keresett egész nap. És egyszer kaptunk hurkát, anyám kiírta apámnak, a hurkával ne csinál semmit, majd én elintézem. Bátyám hozott el az óvodából, mi meg a deriken nőttünk föl. Elolvasta, a hullával ne csinál semmit. Majd én elintézem. Láttuk anyámmal, hogy fűrészeli, zsákba rakja. 4 órán keresztül nem mentünk haza, mert mentünk körbe a panelház körül. Na de ma már telefon nélkül semmi nem működik, ugye hát most már 2-szer szólok vissza a boltból, hogy mit vegyek, tehát műholdakat veszek igénybe, hogy milyen majonéz legyen. És van ez a jelenség, amikor az áruházba állsz sorba. Sorba, ezért hívják sorban állásnak valószínűleg, tehát lendüljük ezen túl. Jó, áll sorba a pénztárnál. Nem halad a sor. Akkor figyeled, hogy akkor másik sem haladjon, amiből átálltál. Ha mégis halad, akkor egy reményed van, hogy mögötted egyre többen vannak, azoknak még rosszabb. És valamikor majdnem sorra kerülsz, de előtted van a problémás vendég. Kis probléma van, hogy mondjuk a teleszkópos söprű az nem egy 999, pedig az volt kiírva, és most már nem az van, mint régen volt, hogy hátra kiabál a pénztár, és akkor mennyi a teleszkópos söprő? Hanem nem tudom, észrevettük el, van egy külön telefonja erre, fölveszi, fölszól a központba, nem tudom kinek, tehát ott van egy ember, várja, van-e gond a teleszkópos söprűvel. Fölveszi, és azt mondja, haló, van egy 202-esem. Külön kódszám van rá, mint az amerikai filmekben a rendőrök 54-es, a Fifth Avenue. Itt is ez van valószínűleg a sorban, 202-es a teleszkópus söprű, 54-es a gyilkosság. És az ilyeneket olyan helyen használják, hogy nem akarják, hogy tudjad, hogy mit beszélnek. Tehát lehet, hogy a 202-es azt jelenti, hogy valaki, ha megint kekeckedik, nem jössz 2 cigire?
De nekem ami megdöbbentő, hogy legalább 201 eseményre föl vannak még készülve. Tehát, hogy külön szám van arra, a meteor csapódott a kerti osztályba, és kifogyott a szalag. Hogy ki kéne próbálni, minek mi a száma, hogy oda menni valami véletlenszerűvel. Hogy ne arra, hogy sorba álltam, valaki egy pudingot csempészett a nadrágomba. Sok kisat? Igen. Van egy 175-ösön. Most van egy új népbetegség, egyre jobban terjed, már gyerekek között is. Az SMS nyak. Ez nem vicc, SMS nyak. Biztos lesz majd ilyen, hogy selfie könyök. Instagram száj. Most képzeld el, SMS nyakos világ, amíg mindenki így fog járni. Nem fog működni a poén, hogy leheted magad. Úgy lesz majd, hogy nézd csak, lehettem magam. Tényleg? Nem is. Nagyon sok bonyolalommal jár, majd nem tudsz rendesen megborotválkozni tulajdonképpen így. De nem gondolod, úgy se látja senki. Nem is kell derítő fönfel fölöltözni, csak cipődet kipucolod, el van intézve. Egyébként én nagyon hiszek a technológiai fejlődésben, csak azt nehéz megmondani, hogy melyik találmány az, ami jó célszolgál, melyik az, ami rosszat, mert ugye a legtöbb dolgot katonai célra fejlesztették, és később szivárgott a polgári használatba. Hát mondjuk szerencsé a tank mondjuk pont nem. Durván lehetne kapni boltba, és akkor öreg nénik vennék, mert jó megy a sárba, a csövére meg lehet terigetni. De most a drónoknak lesz polgári felhasználása, és mindenki azt várta, hogy a drónokkal majd csomagokat küldözgetünk. Azt mondják, ez nem túl valószínű. Egyébként is úgy menne a drónozás a Magyar Postánál, hogy hozza a postás a drón biciklivel. Becsönget hozzá, tőle kér áramot hozzá. Ezt lehozod, rádugja, fölröpteti az elkérőt, leveszed, aztán lejössz aláírni a végén. De csomó minden másra használják, tehát Írországban méltában már birkákat terelnek drónokkal. Otthon ül a pásztor, joystickozik a fotelből. Gondolom, Skype-on furiázik nekik. De azt mondják, hogy az építőiparban lesz hasznos a drón, úgyhogy egész biztos lehet a sört is nyitni. Én ezt tanultam az építőipari gyakorlaton, hogy bármivel lehet sört nyitni. A másik, amit tanultam, hogy építkezésen aludni söprűvel kell, mert bármikor jön a főnök, azt mondja, hogy hol vagy főri, azt te már dolgozol. Úgyhogy erre lesz hasznos a drón, föl lehet küldeni magasra, hamarabb látja, jön a főnök. Aztán van olyan találmány, ami jó célt szolgál is, meg rosszat is, a kés szokták mondani erre. Hát ez a géppisztolyról már nem mondható el, bár kétségtől azzal is lehet sört nyitni. Aztán van olyan találmány, amit meg nagyon jóra szántak, de a hatása az borzasztó. Kettőt tudok, az aszbeszt meg az operett. És aztán van egy csomó találmány, ami nagyon hasznos, de nagyon veszélyes. Tehát én végigvettem az ember is egy nagy találmányét, hát gyakorlatilag csak a Gergely naptára nem lehet embert ölni. De például nagyon nagy találmány a borotva szerintem. Hogy hát borotva nélkül nagyon hülyén néznénk ki férfiak, még a járásban is nehezítve lennénk. És ne felejtsük el, hogy a borotválkozás az egyetlen módszer egy férfi számára, hogy éveket fiatalodjon. Így jegyezném meg, hogy korszakos találmány a smink is. Bár azt nem sorolná a pozitívumok közé, inkább a szemfényvesztés eszköztárával. Akár csak a push-up melltartót és a Facebook profilképet. De én nagyon hálás vagyok a tudománynak két dolog miatt, az inkubátor meg a szemüveg, mert ezek nélkül nem lehetnék itt. Mert én 7 hónapra születtem, szemüveg nélkül még ide se találtam volna. Én belegondoltam ebbe, és gyakorlatilag egy első generációs kiborg vagyok. Hát ez még nem egy Terminátor, ez annyit tud, hogy ő megszületik és lát. De nem hiszem, hogy túlélném a Terminátor első jelenetét, hogy tök peszte oda menni magát, szükségem van a szemüvegedre. Megvernek, de ezt majd tovább lehet fejleszteni, mert azt mondják, hogy nincs már messze az idő, mikor az agyunkat össze lehet majd kapcsolni egy számítógépet, és akkor digitálisan lehet fejleszteni a memóriánkat, magunkra töltünk tanulás helyett képességeket, ahogy Neo csinálta egyébként, akire nagyon, nagyon büszke vagyok. Nem azért, mert elhajlik a golyók erről, hanem hogy nincs a feketében melege. Szerintem ezt is úgy töltötték rá, csak nem mutatták, ez egy unalmasabb rész, és hogyha így lesz majd, ha magunkra töltünk képességeket, akkor úgy lesz majd, mint az okostelefonnal, hogy egy csomó hülyeséget tárolunk majd, ami poénból töltöttünk le. Jódlizás, steptánc, hülye állathangok, és ilyenekkel merültek majd a srácokat ére, hogy nézd meg, tudok füllet cigit sodolni, letöltöttem.
Hallod? Éjjellátás meg van már? Hát csak az ingyenes van meg, az csak hajnali 3 és 4 között lát. Meg ezzel is úgy lesz majd, hogy belepiszkálok a titkosszolgálatok, és akkor valamit magadra töltesz, aztán nem érted, miért lett a hirtelen szimpatikus a kormánypárt. De fejlődik a közlekedés is, és nem tudom, hogy ezt hallották-e, hogy a legnagyobb gond a gyalogos gázolással az, hogy a gyalogosok lepattannak a motorháztetőről, és alá kerülnek a kocsinak, vagy elüti egy másik autó, és most tök komolyan fejlesztek olyan motorháztetőt, amilyen fölragadnak a gyalogosok. Ez nem tudom, hogy a gyalogosnak jó lesz-e. De gyakorlatilag megszűnik a cserbehagyásos gázolás. Viszed magad a legész nap. Azzal megy az autómosóba, a drive-inbe, és a nap végén számolod össze, akkor volt 2 néni. Biciklis. Rendőr meg azt állítja meg, hogy a legtöbb van. 2 van, hagyjad. Ott egy egész osztálya. Nekem, ha fölragadnak a gyalogosok, arra lesz jó, hogy végre lesz, aki a sorompónál segít betenni a parkolókártyát. Legyen szíves, segítsen már, ha már ott fekszik. Mondjuk a kilátásban nem kell, nem fog zavarni, mert úgyis önvezető autók lesznek, meg SMS nyakad, úgyhogy... De ha lesznek önvezető autók, akkor autózás közben is lehet majd inni, tehát gyakorlatilag az utolsó gát is leomlik az alkoholizmus erőt Magyarországon. Szerintem még a Sebváltó helyén is sörcsap lesz. Viszont van egy komoly morális dilemma, hogy lesznek olyan helyzetek, ahol majd az autó dönti, hogy kit is sűn el. Komolyan. Ez szerintem úgy lesz, hogy rá lesz kötve a Facebookra, és akkor azt tudja, akinek kevesebb az ismerőse. Nem vagy fönn a Facebookon, elüt a járdán is. És hát vannak olyan találmányok, amikor még adós a tudomány, de én nagyon vágyom rájuk, tehát nagyon vágyok például az univerzális szennyes válogató, terigető, leszedő és zokni párosító gépre, meg a fodrászautomatára, az nagyon kell. Fodrászautomata úgy néz neki, hogy beülsz, levágja a hajad, és nem szól hozzád semmit. Ezt még nem sikerült kifejleszteni, és hát nagy feladata még a tudománynak, azt mondják, hogy megoldja, hogy egyszer el tudjunk költözni erről a bolygóról, hogyha szükséges. Ugye nem kell félni a világ végétől, hát elpusztítjuk a Földet, az még csak egy bolygó, az nem a világ. Univerzum meg végtelen, és hát nyugodjanak meg, elköltözünk, mindenki megtalálja majd a helyét. Akik viszont munkanélkül lesznek, az összes földrajztanár. Úgyhogy ha dönteni kell, akkor ők nem férnek föl majd az űrhajóra, ők tanuljanak más szakmán. És hát ott tartunk, ha semmit nem jegyezne meg, ezt jegyezzék meg, azt mondják, a mai kornak a legnagyobb találmánya a 3D nyomtató. Csak azt nem tudjuk még, hogy mire való. Ez egy apró probléma. Ugye ez régen nem így volt, tehát mondjuk a Gutenberg feltalálta volna a betűszedést, de csak arra aztán, hogy a kerti parti megjelölje a poharakat. Nem így volt. Nyomtatunk térbe, csak mi nem tudjuk, hogy mire, de már nyomtattunk működő művégtagot, működő autót, és a jövőbe kinyomtatjuk az összes bútort, egész házat, szerszámokat, fűnyírót. Fűnyírót nem is kell nyomtatni, mert kinyomtatod a kertet kisebb fűszálakkal. A jövőben egy foglalkozás lesz, a 3D nyomtató szerelő. Én azt is letöltöm, kinyomtatom, nem érdekel. Viszont oda jutottunk, hogy már nyomtattak 3D nyomtatót is. Ez a vége mindennek szerintem. Tehát ez a modern korai tyúk vagy tojás probléma, hogy melyik nyomtató volt előbb. És ezt jegyezzük meg, a jövőben semmilyen tárgyat nem kell venni, veszel egy 3D nyomtatót, többit kinyomtatod. Sőt, nem is kell venni, csak kölcsönkész egy nyomtatót, kinyomtatsz egy nyomtatót, többi jön ki belőle. Szeretettel köszöntünk mindenkit, én vagyok kettőnk közül, Bálint Ferenc, igen, szoktak cseszegetni bennünket. Voltunk egy interjúban is, a hölgy így megkérdezte tőlem, hogy ti Szabolcsal ketten ilyen testi-lelki jó barátok vagytok? Mondom, Isten őriz, azt mondja, csak testi. Hát igen, mi egy társulat vagyunk, nem pedig együtt élünk, mint ahogy ezt leírták egy újságcikkben. Ez nem mindenki számára egyértelmű, annyira, hogy egyszer a Duma Színház főnökasszonya hívott fel egyik reggel 9-kor. Szia Szabolcs, mit csinálsz? Na, hát most ébredtem. Jó, tudod adni a Ferit egy kicsit? Mire gondolt ott van a papon alatt mellettem, Feri, gyere, mász ki szívem, keresnek. Észrevettem, hogy gyógyszertárba, én mindig a tünetet mondom, nem a gyógyszert, hogy voltam, és mondtam, hogy be vagyok regedve.
Hát tessék, be vagyok rekedve. Ezt meg k***vára nem értem, mert be vagy rekedve. Orvoshoz sem járok, van egy haverom orvosi egyetemre jár, mindig hozzá megyek. Múltkor voltam nála, mondtam, hogy itt egy ideg be van csípődve a gerincemnél, és akkor tudok adni rá magnéziumot. Kérdem, a segít? Nem, de van neki egy dobozzal, úgyhogy... Én csapdába szoktam hát esni, a barátnőm is szoktam járni haverokkal ugye inni. Akkor néha hát szoktam cigizni, és a barátnőm megvár, és mindig mondja, hogy leheljek rá. És akkor én ott lehellek rá, ő olyan, mint egy ilyen lehellett szomelié vagy. Én úgy hívom, hogy büdi komandó. És akkor rá lehellek, és akkor mondja, hogy cigiztél. Azt mondja, hányszor megígérted, hogy többet nem fogsz cigizni? Hát hányszor cigiztem, hogy hányszor ígérjem meg, hányszor fagyizom, hogy többet nem fog cigizni, ugye? Hülyeség lenne? Többet nem cigizek, ugye? Meg lehet, nem kellett volna megnyolni ezt a mikrofont. Ki használta ezt előttem? És akkor érzi ugye, hogy cigiztem, és akkor kitalálta, hogy mentolosság az a megoldás, de akkor érzi ugye a kezemen is ugye a dohányillatot, és akkor kitalálta, hogy van erre egy megoldás, hogy ilyen, mikor hazajövök, akkor elmosogatok, mert a mosogatószerre leviszi ezt az egész izét. Amúgy baromira nem gyanús, amikor éjjel kettőkor matrészeget mosogatsz a konyhába. Ugye ezt csináltam, hazamentem, elmosogatta, megvárta, hogy az utolsó edényt is elmossam, és akkor kiszólt, hogy cigisztél mi? Na de ha már barátnőkről volt szó, most megmutatjuk ketten, hogy milyen az, amikor a barátnőnket hazavisszük a szüleinkhez. És ehhez szükség lenne egy barátnőre, aki 3 perc erejére a barátnőnk lesz. Lehet jelentkezni, ki akar. Az se baj, ha lány. Mondjuk legyél te, itt vagy legközelebb. Gyere fel kérlek a színpadra, tapsoljuk meg mi. Gyere kérlek el ide. Elég lesz, nem kell túlzásba vinni, hogy ő a pasidot. Csak hogy tudjuk, hogy ki fog műsor után megverni, úgyhogy téged hogy hívnak? Vilma. Nos, mi a saját szüleinket fogjuk eljátszani, én a saját apáinkat, Szabolcs a saját anyáinkat, te pedig a barátnőnket, és megnézed, hogy milyen az, amikor mi beszélünk hozzá, de nem kell visszaszólni, mert szüleinkkel szemben semmi értelme nincsen, úgyhogy nézd meg, milyen az. Jaj, hát nagyon örülök, hogy végre bekerültél a mi kis családocskánkba. Mondd meg neki, Feri. Nagyon örülünk, hogy bekerültél a mi kis családocskánkba. És annyi évig kibírtad a fiunk mellett. Mondd meg neki, Feri. És hogy annyi évig kibírtad a fiunk mellett, mondd meg neki, na. Feri. Sajnos a fennvaló nem akarta, hogy a fiunk együtt maradjon a korábbi barátnőjével. Mondd meg neki, Feri. Anyuka szerint az eribanc volt. Na de most már minden rendben van, úgyhogy végre megkérdezhetem, terveztek gyereket? Feri? Én nem tervezek. Szerintem az anyaság a legszebb érzés a világon. Mondd meg neki, Feri. Az anyaság a legszebb érzés a világon. Meggyőződben. Saját tapasztalatból mondom. Az anyaság a legszebb érzés a világon. Még meggyőződben. Így görbüljek meg, ha nem. Mondd, nem szeretnéd egy kicsi szív dobogjon a szíved alatt? Az alien is így kezdődik. Ó, ezek a férfiak nem tudhatják, milyen érzés, amikor elkezd domborodni a kis pocak. Mi nem? És aztán majd büszkén kérdik a férjedet, hogy na, fiú vagy lány, erre ő azt mondja, hogy... éher. Hülye. És amikor majd... És amikor majd félnapi vagyódás után vérben és izzadságban fürödve megszülsz, tudod, mit fog érezni a férjed? Alkoholkómát. Büszkeséget, ott fogja a kis kezed. Hogy ne essen el. Legyél büszke a mi családunkra. A mi ükapánk 7 szilvafás nemes volt. Mindenki ívott a család. A mi nemesi ereinkben 1/16 kék vér csörgedezik. Van, aki tintát is. Ezek a férfiak nem tudhatják, milyen érzés, amikor a saját véredet és testedet tartod a kezedben. De én a múltkor levágtam az ujjam flexel, és akkor így... Na az a lényeg, hogyha fiú lesz, akkor nevezzétek el jó magyarosan, hogy Kond vagy, Töhötöm vagy. Kevin. Hát, hülye. Ha lány lesz, akkor lehetne Ajnácska, Feri. Kunigund, Feri. A Feri az nem női név. Jobb, mint az Ajnácska azért. Az a lényeg, egészséges legyen, lehet fiú is és lány is. Csak egyszerre.
S a legfontosabb, ha fiú lesz, mindenképp tegyetek fel róla a pucérfotót a Facebookra. Lehetőleg olyan látszódjon a kis kukija neki. Na nem, az ismerőseid még azt hiszik a fülén pisil. Köszönjük, hogy itt voltál! Tapsolj meg a jogot foglal helyet! Köszönjük szépen! Képzeljétek el, idén nyár vége a nyárnak, de nagyon hasznos volt, mert a barátnőmmel új szintre lépett a nemi életünk. Nem tudom, mennyire vagytok kíváncsiak, nyilván semennyire, de azért elmondom. Megszakításos szeretkezés, ezt gyakoroljuk. Elmondom, hogyan működik. Ugyanúgy kezdődik, mint a nem megszakításos, ugye? Tehát el kell kezdeni valamit, hogy meg lehessen szakítani, ugye? És elkezdjük, így csináljuk, és amikor így a telefon jelez, hogy van Pokémon, abba hagyjuk. Megfogjuk a Pokémont, majd folytatjuk egy kicsit visszábron, ugye? Vagyis melyikünk hamarabb megfogja, az folytatja, a másik csatlakozik később. Sokáig el lehet húzni így egyébként, tehát hogyha ilyen forgalmas helyen laksz, mint mi, annyi Pokémon volt, hanem kedden neki fogunk, szombaton fejezzük csak be. Ilyen párkapcsolati pokémonozás, ezt műveljük mi igazán. Vannak évfordulóink, már nagyon romantikus, ünnepeljük, tehát 14-én volt 4 hónapja, hogy megfogtuk életünk első Pikachuját a tordai sóbánya bejáratánál. Nem szex közben, csak így ott voltunk. Tehát. El is lehet nevezni ezeket a pokémonokat. Én a Pikachumot, a Pikachu egy kicsi sárga, hosszú füle van, azt elneveztem Pityunak. Azt várom, mikor lehet majd megkeresztelni őket, de igazából nem is várok tovább, ugyanis szereztem egy papot, hát ha megkereszteli nekem a Pikachumot. Kicsit izgulok. Hellóka. Mi az, hogy hellóka, nem a lotyóddal beszélsz, fiam? Elnézést, dicsértessék a Jézus Krisztus. Hellóka. Miről lenne szó? Egy keresztelőt szeretnék. És mi történt, hogy ekkora ló lett, és még nem vagy megkeresztelve? Nem engem kellene, hanem, hogy is mondjam, van egy ilyen lényem. Lányod? Nem lányom, lényem. Lényem. Hallottam egy gyereket becézni Manónak, Bababogyónak, Töpörtyűnek, sőt még Palántának is, de lénynek azért. Nem, ez egy ilyen apró lény. És fiú vagy lány? Ezt nem lehet így megmondani. Még meg sincs születve, akkor hogy kereszteljem meg? Megvan születve, már 4 hónapos. Hogy nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány? Kicsit mind a kettő. Ja, vagy úgy, ja. Végül is mindenki Isten báránya, de 4 hónaposan már látszik, hogy biszex? Nem biszex, ez egy ilyen Pokémon. Pokémon a Pokémon Go játékból. Ez valami református dolog? Inkább megmutatom akkor. Ez egy fotó a gyerekedről? Nem, az nem egy fotó, és az ott egy Pikachu. Mi? Jó, egy fotó a gyerekemről, igen. És ki az anyja, egy nyúl? Nem, nincsen anyja. Végigmentél az egész állatfarma, és kérdezett nincs, mi? Nem, ezt úgy fogtam. Fogtad? Megdobtam egy labdával. Nem elég, hogy állatokat molesztálsz, gyerekkínzó is vagy. Na akkor megkereszteli? Úgyhogy megkeresztem, megátkozlak, hogy a pokol kénköves tüze, az olvassz el a lelkedet, ahogy... Van rá egy ezresem. Egy ezres mi bűnös gondolat, hogy égi javakat földi szennyes anyagiakkal megvásárolni? Euróban. És mégis milyen névre gondoltam? Pityu. Szóval István. Nem, István, Pityu. Családneve az apjáé? Jó, akkor Tóth Pityu. Persze, menjünk szó, Pityu azért hülyén hangzana, ugye? Hozz be a gyereket. Nem lehet így a telefonon keresztül. Jó, meg lehet, akkor itt van a szertartása, a gyermekvédőszentje. Szent Pityu, kedve szülők, Szabolcs és tudjuk kik. Moszmoszék, kik a keresztszülők? Ők itt ők így, keresztszülők. Ígéritek, hogy támogatjátok a szülőket a nevelés megvalósításában? 8-an. Persze, hogy nem egy ilyen nyúl k***o gyerekmolesztáló. Persze, mindazonáltal megkeresztelem a keresztény... Most meg mi történt itt? Kilépett és belépett a rossz k***pontúra. Őket is meg kell keresztelni? Nem, ők már meg vannak keresztelve. Eme szent vízzel megkeresztelem... Ó, most... Lesz valami baj a telefonomnak? Többet nem tudsz belépni a rossz k***pontúra? Nos, menjetek Isten hírével, és jertek vissza, hogyha megtalálod a gyerek anyját, hogy összeadjalak hátul. Hát nem akarok elvenni egy nyulat. Istennek legyen hála. Pillanatokon belül jön Mogács Dániel. Hát először is szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak
Donald Trumpnak. Tényleg elképesztő kihívás szerintem egy ilyen hajjal megnyerni a választásokon. Bírjátok ki, megéri! Sziasztok, itt vagyunk a backstage-ben egy pár barátommal. Megy a jópofáskodás, már itt húzzuk egymást, hogy igazán jó legyek a színpadon. Hagyjad már, Putyin! Ne! Nem bír magával egy őrült fickó, na! Gyere ide! Következő fellépőnk, egy színész, Mogács Dániel, nagyon akinek itt van az anyukája is. Ez a legrosszabb különben, amikor egy ember tapsol, és azt látják a többiek, hogy senki nem tapsol, csak az az egy kretén, hogy... Hogy szeretnek, Dani? Na... Nagyon irigylem Mogácsot azért, mert tud színészkedni. Másért nem, tehát ahogy kinéz, azt hagyjuk. Nem fogok a méretével viccelődni. Most még színészet gyanújába keveredtem egy kis időre, mert van egy szexes műsorunk a Duma Színháznál egy kollégámmal, és eljött megnézni a valaha volt legnagyobb magyar pornó producer Kovi a feleségével, és bemutatkoztunk, és annyit mondott a feleség, hogy én sminkes vagyok, mi már forgatáson találkoztunk. De mondta, hogy nem, ez egy másik forgatás volt, ő csak sminkelt, úgyhogy azóta abban reménykedem, hogy legalább nem ugyanazt a pamacsot használta, mint a korábbi filmeken. A Shoulder Club színpadán most köszöntsétek hatalmas nagy tapssal és szeretettel Mogács Dániel! Jó estét! Jó estét, kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Hát először is szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Donald Trumpnak. Tényleg elképesztő kihívás szerintem egy ilyen hajjal megnyerni a választásokon. Egyébként múltkor bolondnak néztem egy szegény idős bácsit a Ligetben. Állt és ordibált, hogy Hókember! 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 Na gondoltam, szegény öreget valamelyik háborúban hazaverte a légnyomás, vagy a 60 éves házasság annyira kikezdte már az idegeit, hogy előbb várja, hogy segítsen a nyugdíján a pókember, mint az állam. De aztán előpattant az egyik bozótból egy ilyen 4-5 éves forma pókember. Itt vagyok, nagyapa, jövök már! Borzasztóan elszígyeltem magam, mert azt hittem, hogy az öreg bolond, közben a gyerek volt tök hülye. Ráadásul... Nagyon rosszul játszotta a pókembert, meg kell, hogy mondjam. Engem nem érdekel, hogy 4-5 éves, de azért hozza már a karakter, nem? De tényleg, ha már a szülei ennyit ráköltenek arra a rohadt ruhára, akkor mikor látott valaki indián szögdelésbe közlekedni pókember? Nagyon rossz, szerintem. Egyébként én díjazott színész vagyok, úgyhogy tényleg tudom, miről beszélek. 2000 környékén a... Moson-Magyaróvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon elhoztam a legjobb férfi főszereplő díját. Taps. Jó, mindegy, igazából... Annyira amatőr volt a fesztivál, amennyire csak lehetett. 80 év fölött és 10 év alatt voltak a versenyzők, mi pedig elindultuk fiatal színészként ezen. Hát annyit ittam előadás előtti nap, teljesen kiszáradt a pofám. Minden egyes betűnél a felső ajkon hőzakadt tulajdonképpen, majdnem a homlokomig. Szerintem azt díjazták a zsűribe, hogy ez a fiatal srác ahhoz képest, hogy szegénynek nincs is felső ajka, egész tisztán beszél. És akkor ilyen közepes alkohol mérgezésben feküdtem a díjátadón a nézőtéren. Bögdöstek a kollégák, hogy én nyertem meg a díjat. Mondom, nem, az biztos nem én volt. De, te vagy, mennyi, vegyed el. Úgy mentem ki a színpadra, mint a világ legbeképzeltebb művésze. Felszegett áll, renyhe mozgás. Átvettem a díjat, kérdezték, hogy akarok-e még valamit mondani. Belemondtam a mikrofonba, hogy igen, és lejöttem.
elég veszélyes a szesz. Egyébként biztos önökkel is volt már olyan, hogy be akarnak menni olyan helyekre, ahova nem szabad. Na én, ha iszok, be is megyek. Jó pár évvel ezelőtt egy éjjel-nappali üzletben sétáltam egy hölggyel, olyan 5 óra tájékán, amikor is megláttam egy lengő ajtót. Látod ezt? Mit szólnál? Nem akarsz bemenni arra a helyre, ahova halandó ember nem léphet be? Nem vártam meg a választ, puf, már be is mentem. Kellemes neonfényben derengett a sötétség. Kicsit sétáltunk, majd előjött az egyik kanyarból egy zombi, a fogyasztói társadalom rabszolgája, aki a holnapi körmenetre készíti elő a megvásárolható ajándéktárgyakat. Látszólag zavarta, hogy a territóriumába bejöttünk, és szóvá is tette, ide vásárlók nem jöhetnek be. Ó, mondom, én nem is vásárló vagyok, hanem turista. Tudod, mint a szalámi. Na most ezen csak én röhögtem természetesen. Jogosan kiküldett minket a francba. De akkor már vérszemet kaptam, hogy én nekem itt valami tiltott lukba be kell hatolnom. És megláttam az üveg visszaváltó kicsi ablakát, amit körbeölelt egy ajtó. Egyből ellenőriztem, és nyitva volt. Kérdeztem a hölgyet, hogy csókolózott-e már üveg visszaváltóban. Mondta, hogy még sose, hát akkor parancsoljál, fáradj előre. El is kezdtünk csókolózni, és már pont azon gondolkodtam, hogy mi lesz a következő kérdésem, hogy mit nem csinált még üveg visszaváltóban. Amikor is óriási árnyék vetült ránk, megjött a hely őrzője, a Kuklops. Irgalmatlan nagy fazon volt, de tényleg akkora ember, hogy nem értettem, hogy hogy nem vettem észre eddig. Lehet, hogy a hátán jöttem be, vagy hogyan is. Elképesztő nagy darab ember, tehát az a fajta, aki csak úgy tudsz végignézni, ha mozgatod a fejedet. Mint mikor a mozi első sorában ülsz, és nem tudod befogni a vásznat, érted? Egyik szeme, másik szeme, szája, egyik lába, másik lába. Ti mit csináltok itt? Hát, nem kérdezem még egyszer, ti mit csináltok itt? Hát, szerintem meg fogod kérdezni még egyszer. Nem kérdezem, mit csináltok itt? Jó, akkor elmondom, hát mi így besmároltunk ide az üveg visszaváltóba. Tényleg ne haragudjál ránk, nem nyálasztam össze semmit, csak a lányt. Akkor ti most itt maradtok. Jaj, ne csináld, tényleg nem loptam el semmit, át lehet kutatni, semmi rosszat nem csináltunk. Már pedig itt maradsz. De mégis akkor egy év, két év vagy. Mire számoljak, hogy mi lesz? Addig, amíg elmegyek, és ki nem hívom a rendőrt. Jó, de annyira korrekt gyerek vagyok, hogy elmondom neked, hogy amíg te elmész, én szépen elhúzok haza. Ide figyelj egy kicsi csíra. Elmondanám neked, hogy nekem olyan kapcsolataim vannak. Bárhova is mész a világban, megtalállak. Ne haragudj, most egy kicsit sántít nekem ez a történet, hogy szóvá tenném azért, hogy ha neked olyan kapcsolataid lennének, akkor valószínűleg nem hajnali 5-kor őriznéd itt a chipset, hanem a Bahamákon süttetnéd a hasadat. Na, ez egy pillanat alatt betalált, egyszerre, egy pillantás alatt akkora lettem, mint ő, fölemelt a grabanconnál fogva a szemmagasságba, és nagy lendülettel elindultunk a raktár felé, ahol már egyszer jártam. Tarkóval nyitottam a lengőajtót. Egy pillanatra jött egy felemelő érzés, hogy yeah, bejutottam legálisan! De aztán egyből a földre is kerültem, rám térdelt, és egy nagyon kultúrált reppet nyomott egy centiről az arcomba. Na most csak kicsi csírára, most csak szélcsapom a fejedet, most... Egyszerűen nem is attól féltem borzasztóan, hogy szájba ver, hanem attól, hogy leharapja az orromat, miközben beszél. Irgalmatlanul nyomta. És ilyenkor jön az a bizonyos vörös köd, a túlélési ösztön, amikor már minden mindegy, a sarokba szorított vadállat, vércsírává változtam. Gondoltam, na jó van, most megfogom a csávot, fölgyomom a falra, szétütöm az arcát. De hát akkora voltam, mint a térkalácsa, úgyhogy meg se tudtam mozdulni, úgyhogy ezért verbálisan támadtam. Hideg vérrel annyit mondtam neki, jól van,
üssél meg, de kérlek annyira, hogy belehalljak. Mert ha túlélem, megöllek téged is, meg a családodat is. Itt hirtelen zavar támadt a rendszerbe, tehát nem ezt a fellépést várta. Még rátett egy mondatot, figyelj, csak annyit mondok, hogy én súlyos testi sértésért ültem. De akkor már éreztem, hogy rés van a pajzsom, bedöftem még egyet, és miért ráestél valamelyik haverodra vagy? És ebbe a pillanatban lépett be a zombi egy tálca tojással, mint egy Monty Python filmbe. Kicsit nézett, majd annyit mondott, Győző, te megint mit csinálsz? Aztán kiment. Innen éreztem, hogy nem én vagyok első áldozat a Győzőnek. Győző is kapott az alkalmon. Kacsi, láttad, hogy rám támadt, ugye? Hívjad a rendőrt, láttad, hogy rám támadt. Mondom, Győző, Karcsi nem látta, de a tarkód mögött a kamera szerintem mindent, úgyhogy nyugodtan vissza is nézheted. Azzal megfogott, hátul egy elég durva judó fogásba, meg se tudtam mozdulni. Na most itt maradsz, és itt megvárjuk szépen a rendőröket. Jó, figyelj Győző, én már itt fogok maradni, nagyon kíváncsi leszek, mi lesz ennek a sztorinak a vége. Nyugodtan elengedhetsz. Nem engedlek! Hát jó van, akkor ne engedjél, de fölöslegesen nem szoktam használni a lábaimat, úgyhogy el is rogyasztottam így. Ő az egész testsúlyom a 12 percen keresztül tartotta. Úgy néztem ki, szerintem Győzőn, mint hogy ezen az óriási nagy emberem, mint hogy Győzőnek lett volna egy mogács alakú kulcstartója. Akkor jutott eszembe, hogy én ide egy nővel jöttem, ővele vajon mi lehet. Ott állt a húsok között fehér fejjel. Mondottam, szórakoztatom egy kicsit. Na, így képzelted az első randit, hi? Figyelj, akarsz chipset, zabáljál nyugodtan, mindent fizet a haverom, akivel játszom. Eltelt egy olyan negyed óra, megérkeztek a rendőrök. Még mielőtt bárki mondhatott volna valamit, én egyből mondtam, elnézést biztos úr, rátámadtam!